A darált marhacombhoz hozzáadjuk a törött borsot, a mustárt, a ketchupot, a kapribogyót, az apróra vágott vörös és fokhagymát, a chili és szójaszószt, valamint a megvágott savanyú káposzta háromnegyed részét. Ezután elkeverjük, majd megsózzuk. A masszából gombócokat formázunk, újnyi vastagra lapogatjuk, majd az előzetesen kipirított békoncsíkokkal a tetejükön elkezdjük sütni. Körülbelül 8-10 perc elteltével megfordítjuk, majd még ugyanennyi ideig tovább sütjük. Ezután a megsült békönös húspogácsák tetejére ráhelyezzük a sajtszeleteket, és hagyjuk, hogy ráolvadjanak. A tálaláshoz a félbevágott zsemlék mindkét oldalára ketchupot és mustárt nyomunk. A zsemlék egyik felére helyezzük a vékony szeletekre vágott kígyóburkát és ökörszív paradicsomot, a másik felére a salátát, a maradék savanyú káposztát, valamint a békönnel és sajttal sült hamburger pogácsát, majd egymásra hajtjuk a zsemléket.